Tegnap az amerikai piacok zárása után elindult a gyors jelentési szezon, az alkohol vegyes eredményekkel örvendeztette meg befektetőit. A bevételek év per év alapon 2%-kal süllyedtek, de a profit soron a vártnál jobb számokat tudott hozni az alumínium ipari óriás cég. A várt 6 cent helyett 7 cent lett a részvényenkénti profit, ami egyszeri tételektől megtisztított érték. Az egyszeri tételek közül azonban érdemes kiemelni egy alumínium kohó bezárásának költségeit, ami végül is mégsem teljes tekinthető annyira egyszeri tételnek, hiszen a későbbi bevétel és eredménytermelő képességét is rontja a vállalatnak. Összességében azonban kedvező a kép, a vállalat árfolyama vegyesen reagált a bejelentésekre a zárás utáni kereskedésben. Ma kedvező hangulat lehet továbbra is a tőzsdéken, az amerikai kötvényhozamok némileg tudtak csökkenni a múlt heti heves emelkedés után.